Önök is bizonyára értesültek róla, és hallottak arról, hogy évek óta keringenek hírek arról, hogy a szocialisták, ezen belül is a Magyar Szocialista Párt titkos kifizetőhelyeket tartanak fenn. Ezt hol így nevezték, hol úgy, hol fekete kasszának, hol titkos pártszéfnek nevezték, de a tény az ettől függetlenül ugyanaz. Most pár napja Szanyi Tibor, ex-MSZP-s európai parlamenti képviselő szintén beszélt erről, sőt egy elég konkrét állítást fogalmazott meg. Viszont azóta semmit nem hallottunk ebben az ügyben magától az érintettől, az MSZP-től, az MSZP vezetésétől, sőt az MSZP-vel szövetségben együttműködő ellenzéki pártoktól sem. Mi viszont szeretnénk tudni, hogy mi ez a nagy hallgatás a Magyar Szocialista Párt házatáján a fekete kasszáról, a titkos kasszáról. Szanyi Tibor, ugye, aki nyilvánvalóan jól ismeri az MSZP belső ügyeit, hiszen évtizedekig volt tagja, azt állítja, hogy az MSZP elnökség egyes tagjai és a pártelnök között van egy titkos pénzügyi megállapodás, és ennek a megállapodásnak az alapján egyes szocialista vezetők a számukra megállapított tiszteletdi mellett egy titkos kasszából külön pénzeket is kapnak a szocialista pártól. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sok kérdést felvet, amire nem teheti meg a Magyar Szocialista Párt, hogy nem válaszol. Egyrészt milyen fekete kasszáról van szó, ki kezeli ezt a fekete kasszát? Milyen pénzek vannak benne, honnan kerülnek ezek a pénzek ebbe a kasszába? Kik kapnak pénzt ebből a titkos kasszából, és mennyit? Az is talány, hogy mit kell tenni azért cserébe azoknak a képviselőknek, akik ebből a titkos kasszából pénzt kaphatnak. Meg hát persze felmerül az a kérdés is, hogy azok a balliberális ellenzékiek, akik hangosan beszélnek és hangosan felszólalnak minden korrupció gyanús esetben, most miért hallgatnak? Ők eddig nem kommentálták ezt az ügyet, egyik ellenzéki vezető sem szólalt meg ebben az ügyben. Tehát sorjáznak a kérdések, lenne itt mire bőven válaszolni, és mi úgy gondoljuk, hogy minden magyar embernek joga van tisztán látni az MSZP újabb korrupciós ügyében, ezért arra kérjük az MSZP-t, hogy a több napnyi hallgatás után végre álljanak elő, és mondják el, hogy mi az igazság a Szanyi Tibor által felemlegetett titkos fekete kasszával kapcsolatban.